A Spiller legelső adásában beszélgettünk utoljára súlyemelésről, akkor Nagy Ákos volt a vendégünk, aki korosztályos világbajnok ennek a sportágnak, jelenleg pedig a jégkorongon belül tevékenykedik a klubvezetésben, a Győri klub vezetésében. És erről a sportágról azóta nem volt szó. Úgy gondoltuk, hogy ne csak a férfiak szólítassanak meg, hanem a hölgyek is, és a női súlyemelésnek az egyik győri nagyon-nagyon jó versenyzőjét, Tóth Adrient hívtam meg ezúttal a műsorba, hogy kicsit benézzünk a kulisszák mögé és a súlyemelés sportágban, illetve én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy ő miért éppen az olimpiai súlyemelést, a klasszikus súlyemelést választotta. Szia, Adri! Szia! Én azt gondolom, hogy ha egy lány sportágat választ, akkor lehet, hogy kézlabdában, kosárlabdában gondolkodik, hogyha a küzdősportok, akkor is talán valami más felé megy el. Gondolom, hogy neked sem rögtön a súlyemelés került képbe. Nem, hát én először kiskoromban focival kezdtem, egyedüli lányként, majd abból jött a kézilabda. Kézilabdával kerültem be középiskolába, mivel balkezes voltam, igazából szerencsém volt ebbe, de közöm nincs a kézilabdához, hogy őszinte legyek. És a futásban látták azt, hogy tehetséges vagyok, atletizáltam, elég sokáig lesérültem, atlétikának az erősítő edzése a crossfit, így átmentem crossfitre, és a crossfit alapja a súlyemelés, igazából ennyi a története. Mi az, amit a crossfitből ki tudtál hozni? Mert talán az maradt meg még a legtovább az összes többi sportág közül, amit komolyan üztél. Így van. A crossfitbe is nemzetközi versenyeken indultam el. Igazából egy évig edzettem, és onnan dur bele a legelső nemzetközi versenyembe, hát miért is ne nemzetközivel kezdjünk. És ugye a crossfit alapja a súlyemelés. A súlyemelés nagyon tetszett, és élveztem azt, hogy erős vagyok, és van hozzá erőm. Ami mondjuk az atlétikában hiányzott, mert mindig megkaptam azt, hogy gyenge vagy. Na hát én ezt nem szerettem, hogy gyenge vagy, tegyünk ellene, és igazából tényleg nagyon sokáig űztem a crossfitet, de ott választanom kellett, hogy crossfit vagy súlyemelés, és a súlyemelés maradt meg. Mi az, ami megfogott benne? Mert ha valaki ott ragad egy sportágban, akkor szereti azt a közeget, szereti esetleg azt az edzőt vagy mentort, aki foglalkozik vele, de nálad, hogyha jól sejtem, akkor benne volt az is, hogy feszegetni a határainkat úgy, hogy nem egy óra ellen versenyzünk, nem egy ellenféllel versenyzünk, hanem komoly súlyokat próbálunk megmozgatni. Itt tényleg az, hogy magamat kellett legyőznöm fejben is, meg hát a testemet, hogy mennyire tudom kitolni azokat a határokat, és mit bírok el, és meddig tudok, úgymond, játszani a súlyokkal. Mi volt ez a fejlődés, amin végigmentél? Mert pont az adás előtt beszélgettünk arról, hogy ráadtam rólad 2015-ös fotókat, azt hiszem, egy versenyről, és szemmel is látható az a fejlődés, hogy mennyi izmot tudtál magadra pakolni, de miben mutatkozik meg konkrétan, hogy milyen fejlődésen mentél keresztül, és az eredményekben? Szerencsére nagyon sok szép eredményt tudhatok magam mögött, hogyha őszinték vagyunk. Nyilván nem vagyok magammal még a mai napig sem elégedett. Izomzat ügyileg sem, és teljesítmény ügyileg sem. Eredmények meg tőlem kívülálló okok miatt nem tudok mondjuk kimenni egy Európa-bajnokságra, vagy egy világbajnokságra. Viszont van egy nagyon nagy szerencsém, hogy kijutottam Németországba Bundesligázni, és ott profiligában vagyok most már, és profiligában versenyezhetek második éve. Ez mit jelent? Magyarországon miért nincs erre lehetőség, és miért volt szükség arra, hogy te Németországba menj? Sajnos a szövetségünk nem támogat, és hiába van mögöttem egy olyan szponzor támogatás, ami mondjuk lehetővé tenni, hogy a szövetségnek nulla forintjába kerüljön az, hogy én kimenjek egy Európa-bajnokságra, vagy bármilyen bajnokságra. A szövetséges sajnos nem támogatja. Hogy néz ki egy ilyen verseny a Bundesligában? Mert hogy oda kimész, egy klub színeiben valószínűleg megméretteted magad, de azért ezt ne úgy képzelje senki, hogy mindent oda tesznek, és mindent készen kapsz. Tehát ezért oda kell menni, meg kell szenvedni. Konkrétan már az utazással is. A bundesligázás az úgy jött, hogy 2019-ben én saját magamat beneveztem egy német Open versenyre. Bárki bárhonnan ott benevezhetett, ehhez nem kellett a szövetség. Saját költségen, saját pénz, minden. Szállás is, kijutás teljes mértékben, igazából anya segített ebben a dologban, hogy ki tudjak oda egyáltalán jutni. Én azt ott megnyertem, bár
abban a pillanatban, amikor megnyertem, akkor nem hittem már, amikor riportot készítettek velem, én azt hittem, hogy ott második vagyok, már úgy adtam össze az összetettet, és ott közölték velem, és hogy milyen érzés volt megnyerni, és így néztem, hogy de hát én második lettem, nem, de te első lettél, és ott kaptam 3 ajánlatot német kluboktól, hogy hova tudnék menni, és én az AC Potsdam csapatát választottam, mert ők voltak a legszimpatikusabbak, viszont onnan igazából elindult úgymond a német karrier. Mennyivel csinálják ott profibban ezt az egészet? Mert hogyha egy magyar súlyemelő, akinek jó eredménye jó, annak elmegy Németországba, akkor nyilván azért megy, mert az egész olyan jobbnak néz ki, profibnak néz ki, szervezettebbnek néz ki, és itt most én nem azt várom el, hogy a magyar viszonyokra fűtfát összehordjunk, csak hogy Németországban milyen ez. Miért van előrébb ott ilyen klubszinten, Bundesliga vagy liga szinten a súlyemelés? Németország az ég és föld Magyarországhoz képest ilyen téren. Az emberek, ahogy hozzáállnak a másik emberhez, teljes mértékben más a mentalitás. És segíteni próbálják az embert. Nyilván Magyarországon is valamilyen szinten, bizonyos szintig, viszont Németországban teljes mértékben. Ha esetleg elrontasz egy fogást, nem az van, hogy úristen, mennyire béna vagy, és szörnyű, mit csinálsz, hanem az van, hogy semmi baj, ott van még két fogásod hozzá, és akkor próbáld meg ott akkor. De ha... pénzdíjas versenyek egyébként? Igazából Németországban, mivel profiligában vagyunk, ezért fizetést kapok azért, hogy kint vagyok. Ha mentorokat kell említeni, nagyon fontos az, hogy milyen edzővel készül egy versenyző. Nálad volt-e ilyen, aki az indulásnál azért komoly segítséget adott, sokat tanultál tőle, illetve most egyáltalán edzővel dolgozol-e? Én nagyon sok edzőt elfogyasztottam, mert nem vagyok egy egyszerű eset, és ezt tudom magamról. Viszont kimondhatjuk azt, hogy most megtaláltam egy olyan edzőt, Bálint Csabának hívják, akivel 110%-ban együtt tudunk dolgozni, elviseli azt, hogyha éppenséggel nekem nem annyira jó napom van, tudja, hogy mit kell írni, mit kell reagálni, megkapom minden reggel az edzéstervemet, és én azt megcsinálom. És visszaküldöm neki videóban, majd ő reagál rá, hogy mit kell javítani, mi volt a jó, és kész. Ugye te tudsz otthon is edzeni, sőt, a súlyemelő edzéseid azok otthon zajlanak kizárólag. Ebbe avass egy kicsit be minket, mert az Instagramra kerülnek ki nálad olyan videók, amik ezekről az edzésekről szólnak konkrétan, és ez egy ilyen, mint egy ilyen kis házi saját műhely lenne, a te saját kis edzőtermed otthon. Igazából az én kis szentélyem, hogy így fogalmazzak. Igen, a garázs lett átalakítva. Annak idején ott sok szekrény volt, teljes káosz, és én egyszer csak megfogalmaztam, hogy na hát akkor azt kipakolom egyedül, szépen megcsinálom a kis platformot, gumilappal lerakom, és akkor jöhetnek a súlyok. Viszont ebben is nagyon nagy szerencsém van, mert egy olasz cég áll mögöttem, akitől megkaptam a súlyemelő felszerelést. Szóval ami otthon van, az teljes mértékben az enyém, és én építettem fel. Lehet így nagyon-nagyon profi módon felkészülni, hogy néha edzővel és néha saját magad? Edzővel nem nagyon edzettem. Hát egy 4 éve, hogy őszinte legyek. Mármint úgy, hogy személyes kontaktba. Szerintem azt tudom mondani, hogy igen, lehet. Nehezebb, viszont az évek alatt megtanulja az ember azt, hogy hát akkor mész és csinálod. Mert van egy célod, hogy minél jobb és jobb legyél. Akár 1 kilóval többet tudjál megemelni, akár 2-vel, épp ahogy sikerül. Honnan? Tudom, hogy ez a kérdés már így szerepel, de én konkrétan kilókra vagyok kíváncsi, hogy honnan, meddig tudtál eljutni, ami ugye a súlyemelésben a különböző fogásnemek, hogyha valaki ezt nem tudnál és amatőr szinten sincs képben, vagy sporták kedvelőként sem. A klasszikus olimpiai súlyemelésben a szakítás, lökés és az összetett, ugye ez az, ami számít például egy világbajnokságon vagy egy olimpiai versenyen. Itt te honnan tudtál eljutni hova? Egy fabottól eljutottam a 80 kilós szakításig. A felvétel lökés ismételten egy fabot, mert igazából mindenki azzal kezdi a technikázást. Pontos számot nem szeretnék mondani, mert országos bajnokság előtt állunk, úgyhogy így a versenytársakat nem szeretném... helyzetbe hozni. Biztos, hogy voltak neked is olyan pillanatok, amikor azt mondtad, hogy na most akkor vége, és akkor ennyi, zárjuk le. Volt, igazából tavaly volt ez az ominózus pillanat, amikor lett volna egy szponzor mögöttem, ki tudtam jutni volna az EB-re, és ugye a szövetség sajnos nem hagyta. Ott volt bennem egy hatalmas törés, hogy
igazából mi a francnak is csinálom ezt. Aztán igazából, ami nagyon-nagyon bent tart a sportban, az a német Bundesliga. Meg hát az, hogy nem adok fel semmit. Ez nagyon ott van benned, ez esetleg egy ilyen családi indítatás, ilyen vonal, mert hogy az, hogy küzdeni, az könnyű kimondani, de amikor végig kell csinálni, meg az izasztó melót beletenni, akkor az iszonyatosan nehéz. Anyától is ezt tanultam az életben, hogy valami van, akkor csinálod, és nem adott fel, meg igazából, mivel apa katona, ezért valószínűleg a katonai vér is bennem van ilyen téren, hogy hát akkor mész és csinálod, és nem adott fel. A fogyasztásokkal meg kell küzdened. Nekem nagyon sok olyan ismerősöm van, akik olyan sportágban tevékenykednek, amikor szükséges az, hogy egy súlycsoportba beleférj. És ezt nem mindig könnyű megtenni. Ehhez legalább akkor áldozatot kell azokon azokban az időszakokban vagy napokon tenni, amikor a fogyasztás van, mint amikor egyébként edzeni kell és elvégezni az egyéb más munkát. Te ezt hogyan viseled? Itt az a kérdés, hogy a körülöttem lévőek hogy viselik. Mert az elején még egész jól. Aztán nyilván, amikor már közeledünk a versenyhez, és ott már a grammok is számítanak, akkor már nagyon nehezen, és nagyon kibírhatatlan tudok akkor lenni. De nyilván próbálok magamon uralkodni, hogy hát akkor legalább a munkámat végezzem el úgy, hogy az embereim ne érezzenek belőle semmit, és akkor maximum sírok edzés előtt, edzés után, aztán kész. Beszéltél arról, hogy az embereid, ebből gondolom, hogy leveszik sokan, hogy edzőként is tevékenykedsz, de nem súlyemelő edzőként. Így van. Mi az, amivel foglalkozol? Személyi edzéssel és sportrehabilitációval foglalkozok, meg erőléti edzéssel. Ugye az atlétika az, amihez így is közöd volt itt. Amikor mi korábban találkoztunk, akkor az atlétika, vagy amikor először találkoztunk, akkor az atlétikai klub mellett, az atléták mellett tevékenykedtél, ott konkrétan milyen feladatokat kellett ellátni? Ott igazából a gyerekekkel foglalkoztam, versenyeztettem őket, edzést tartottam nekik. Mi az a tulajdonság, ami azt gondolod, hogy jó tőled, egy olyan tulajdonság, ami előnyödre válik abban, hogy egy kicsit pedagógusként is kell az edzőnek viselkedni, nem csak hajtani mindig a fiatalokat, ami úgy nagyon-nagyon fontos ehhez nálad. De jó az, hogy kemény, hogy ez nem elég mindenben. Nem, nyilván kell egy kis empátia, meg igazából az, hogy tudom azt, hogy én mit érzek át, mit élek át az edzéseim alatt, és ezáltal most, ha sportolókról beszélünk, és nekik tartok edzést, az megint más, mint egy civil embernek edzést tartani. Sportolókkal teljes mértékben máshogy kell foglalkozni, mert náluk más a mentalitás is, viszont egy civil embernél is más a mentalitás. Egy civil ember azért jön hozzám, hogy egészséges legyen, akár lefogjon, akár szálkásodjon, izmosodjon, bármi. Teljes mértékben más a kettő, szóval teljes mértékben szét is kell választani. Szabad időd az ezek mellett, a dolgok mellett van-e? Hogyha van, akkor oda mi az, ami belefér? A vasárnap a szabad időm, és akkor a 4 szőrös gyermekkel foglalkozok, 2 kutya és 2 macskával igazából, és én nekem az a kikapcsolódás, hogy elviszem sétálni a 2 kutyust, és igazából ennyi. De ez így nekem elég is. Az, hogy a jövőben mi az, ami belefér még ebbe a pályafutásba, hogy egyáltalán azt tervezed a Bundesligán kívül, hogy a súlyemelést azt tovább viszed, és vannak konkrét megfogalmazott céljaid, vagy az egész úgymond lekorlátozódik arra, hogy a német bajnokságban nagyon-nagyon jól szerepelj, vagy vannak olyan dolgok, amik az álom kategóriába tartoznak, és szeretnéd megvalósítani? Az EBVB szereplést még mindig nem adtam fel, szóval igazából bennem van egy dac is, hogy már csak azért is megmutattam, hogy igen, ki fogtok tudni vinni, mert olyanokat fogok emelni, és képes vagyok rá. Nyilván a testem mennyire képes a dolgokra, voltak sérüléseim. Hogyha attól eltekintünk, hogy itt a szövetséget említette meg az, hogy nem mindig tudnak támogatók ebben segíteni. Tehát, hogyha ezektől a dolgoktól eltekintünk, és nézzük az objektív részét, az eredményeket, akkor azok feljogosítanak arra, vagy feljogosíthatnak arra, mert tudsz olyan eredményeket elérni, ami alapján mondjuk ki lehet menni egy felnőtt Európa-bajnokságra, világbajnokságra, vagy nem tudom, hogyha nagyot álmodunk, akkor ilyen olimpia esetleg? Az olimpiát legyünk reálisak, nem. Viszont az Európa-bajnokságra igen. Nagyjából mennyi az, ami a különbség
van mondjuk egy EB-VB kvalifikáció a te eredményeid között? Tehát elérhető? A mai nap is elérhető lenne. Láthatják a te edzéseidet azok, akik követnek az Instagramon például. Mennyire fontos neked ez, hogy valamilyen szinten az Insta, vagy a Facebook, vagy egyéb más lehetőségek által, kis videók által egy kicsit ilyen közszereplő is legyél. Ezt azért csinálod, hogy átad, esetleg tudást adj át vele, vagy pedig egyszerűen szereted megmutatni azt, hogy milyen teljesítmény van az egész mögött, amit te csinálsz? Én az Instát azt azért kezdtem el, hogy nézzük meg, mi lesz belőle, és igazából az Instagram által szereztem a szponzoraimat. Szóval ez kicsit benne van az a, igen, meg tudom csinálni, és megmutatni, és másként meg a visszajelzések az, hogy motiválom az embereket. Elég nagy erőt tudnak adni néha. Itt a motiváció az nagyon-nagyon fontos, és itt mondtad a világbajnokságot, az olimpiát is. Milyen az a közeg, amiben az ember a súlyemelésben akár jól is érezheti magát? Nyilván itt a magyar viszonyokról beszéltünk, azt mondtad, hogy Németország, ott érzed ezen a ligán keresztül igazán otthonosan magad. Én azok a sportolói közegek, amiben így benne vagyok, azokra azt tudom elmondani, hogy nagyon-nagyon összetartó, jófej emberek segítik egymást, nagyon kevés kivételtől eltekintve. Milyen a súlyemelők világa? Milyen ebben az egészben így benne lenni? Amikor edzőtáboroztunk még az utánpótlás korosztályban, akkor igazából ott mi nagyon jól összebarátkoztunk Szombathely, bármilyen régiós közeggel, és mondjuk, ha versenyen találkozunk, ugyanúgy tudunk beszélgetni, ugyanúgy folytatjuk a kommunikációt, vagy ráírunk egymásra, hogy mi helyzet, hogy vagy, és hol tart az edzés, ezeket így a mai napig megbeszéljük. Viszont ugye jönnek fel a kicsik, úgymond a fiatalok, nekem is el kell fogadnom 28 évesen, hogy sajnos öregszek ki ebben a korosztályban. És most már nem tudom, hogy az alattam lévő korosztály mondjuk miket emel, hogy fejlődnek, miket csinálnak. Viszont az én korosztályom, meg egy pár évvel fiatalabbakra tudom azt, hogy ki hol tart, ki milyen versenyre készül, ki hogy készül. A nemzetközi olyan hírekkel nektek kell lefoglalkozni, vagy mennyire vagytok ezzel képben, hogy az olimpia az billeg például, a súlyemelés billeg például az olimpia műsorán, és mindig megy az óriási harc, hogy ott maradjon, ne maradjon ott, különböző problémák, balhék vannak a sporták körül, általában doppingvédségek és a korrupció. Nyilván nektek sportolóként nem is biztos, hogy ezzel kell foglalkozni, de nem mindig vet ez az egész jó fényt a sportágra. Ezt te próbálod így kívül hagyni magadon, vagy azért néha így beszippant ez az egész dolog, és akkor így elgondolkozol rajta? Vannak olyan időszakok, amikor minden versenyen vizsgálnak minket. Ezzel semmi probléma, mert igazából elvégzük a dolgunkat, és akkor kész. Igazából minket nem befolyásol sportolóként. Engem legalábbis fixen nem. Mondjuk a 20-28-as olimpiára még berakták a súlyemelést, az fixen tudom. Azután mi lesz? Lesz, ami lesz. Engem nem befolyásol például a sportban az, hogy most ezt fogom csinálni tovább, vagy nem fogom csinálni. Nagyon érdekes idézetet olvastam az egyik hölgy súlyemelőtől még, talán Szuromi Klímen volt, az azt mondta, hogy a szívem csücskévé vált a sportág, és hogy órákat tudnék mesélni arról, hogy mit kaptam sportolóként, emberként és nőként ettől a sportágtól. Te mit kaptál ettől? Mert abban biztos vagyok, hogy nem bántad meg, hogy ezt kezdted el. Egy pillanatig se bántam meg. A sport nagyon sok mindenre megtanít, és igazából a kedvenc mondásom erre az a, ha könnyű lenne, mindenki ezt csinálná, és nem könnyű. És pont ez a jó benne, hogy kitartásra megtanítja az embert, küzdeni tud fejjel a falnak nyilván sokszor. Az edzősködés akár súlyemelő edzőként, az belefér nálad? Nem. Egy ideig crossfit edzéseket tartottam Szlovákiában, majd rájöttem arra, hogy muszáj döntenem azt, hogy ugye most a sportolói karrierem, vagy a munka, és a kettő úgy nem fért annyira össze. Szóval itt Győrben az edzősködés, az teljes mértékben összetudtam hangolni a saját edzéseimmel, de plusz munkát így nem tudtam bevállalni ez miatt. Nagyon szerettem tartani, tanítani, viszont rá kellett jönnöm arra, hogy ameddig én élsportolóként létezem, addig nem tudom 100%-ban azt a
munkát vagy teljesítményt átadni, amit át kellene. A súlyemelést azt miért tartják egy olyan sportágnak, és ott most a klasszikus súlyemelésről beszélünk, nem arról, hogy súlyzókkal edzenek sportolók, és egy kiegészítő edzésként részt vesznek ezen. Vannak Győrben is olyan sportolók, olimpiára készülő sportolók, említhetném az úszókat, vagy a dzsúdósok közül a Sipőcicsit, aki a súlyemelést bevette az edzés programjába, és nagyon-nagyon hasznosnak találtatik ott ez az egész. Ez mitől van, és ezt te is így gondolod-e, hogy nem kell feltétlenül, hogy önmagában megállja a helyét, hanem nagyon-nagyon sok sportágban ott kellene, hogy legyen a helye az edzések között a súlyemelésnek. Természetesen én is így gondolom. Nagyon nagy plusz tud adni bármilyen sportághoz, csak okosan kell használni. Igazából sporták specifikussá kell tenni. Azt, hogy mondjuk a felvételt rakom bele, a szakítást rakom bele, a guggolás mélységére figyelni, nagyon sok mindenre figyelni kell, viszont teljes mértékben jó kiegészítő tud lenni bármilyen sportág mellé. Hogyha neked a fejlődésedet nézzük, akkor merre vezethet az út? Mert hogy technikában lehet-e még többet tanulni? Lehet-e még, nem is tudom, kitartásban többet hozzátenni? Tehát valamitől még kell, hogy fejlődjön az ember. Te hol látod még azt az utat, ami még általad talán egy kicsit így járatlan, amiben, hogyha tovább mennél, akkor súlyokban is tudnál rápakolni, és teljesítményben is jobb lennél? Technikát mindig lehet csiszolni, és sose lesz tökéletes. Ha már nem jó helyre helyezed a súlypontodat, vagy nem jól fogod meg a rudat, már elcsúszik az egész. Szóval technikát mindig csak csiszolni lehet. És kitartásban, hogy ne. Nálam is vannak olyan napok, amikor úgy megyek ki a garázsba, hogy úristen, de nincs kedvem, de pofa be és megcsinálod. Egy sportág akkor működik jól, hogyha egy utánpótlás bázisra számíthat. Ha visszamegyünk a múltba, akkor a súlyemelés a nagyon-nagyon sikeres magyar sportágak közé tartozik. Földi Imrétől említhetnénk a többi olyan súlyemelőt, aki világbajnokságon, olimpián is nagyon jó eredményeket ért el, akár a férfiak, akár a nők között, de hogy nagyon fontos az, hogy utánpótlás bázis legyen. Te mennyire látsz ebbe bele, hogy akik súlyemeléssel akarnak foglalkozni, vannak-e olyanok, jönnek-e mögöttetek még a következő generációkból olyanok, akik érhetnek el jó eredményeket? Van-e jövője egyáltalán Magyarországon a klasszikus súlyemelésnek? Nyilván mindig vannak felfedezetlen vagy felfedezett tehetségek utánpótlás korosztályban is, ehhez csak egy jó edző kell, hogy felfedezze azt a tehetséget, és ki tudja nevelni. Következő feladat, következő hetekben, hónapokban, ami rád vár? Jövő héten megyek Potsdamba, ismételten egy Bundesliga versenyre, november végén országos bajnokság van, aztán december első hetén Németország, december második hetében magyar csapatbajnokság, december harmadik hete Németország, és ugye utána karácsony. Pihenésre nem sok idő lesz akkor. Lesz két hetem. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és remélem tényleg, hogy amikor legközebb visszatérsz, akkor majd be tudunk számolni azokra az eredményekről, amik mondjuk abba a kategóriába tartoznak, hogy megvalósítottad, amit elterveztél, akár álomszinten is. Én azért nagyon kíváncsi vagyok erre az Európa-bajnokság, világbajnokság vonalra, én ezért nagyon drukkolok neked. Köszi szépen még egyszer, Adrián, hogy itt voltál, és tovább is nagyon sok sikert kívánok neked. Önöknek pedig megint csak azt tudom elmondani, amit minden spiller végén, hogy ha a műsorokat szeretnék visszanézni, nem csak ezt az adást, hanem a korábbi beszélgetéseinket is, akkor YouTube csatornánkon érdemes körülnézni, illetve követni a Győr Plusz televízió, valamint a rádió műsorát.